Sziasztok, Kocka Bence vagyok, és bemutatom nektek a Zoom MS70 CDR effektpedált, amiben kórus, delay és zengető effekteket találunk. Ez egy kis egykapcsolós multi effekt, 86 darab effekt modell van benne, és 6-ot tudunk egyszerre üzemeltetni. Hét gombunk és egy kapcsolónk van, ezen a fader részen három darab forgatógomb, ami gombok és forgatók is egyben. Itt a kis ábrákon meg vannak jelölve, hogy melyikkel mit fogunk elérni, itt a kis fogaskerék és kuka azt jelenti, hogy itt valamilyen menübe fogunk elérni, és ha forgatjuk, akkor már is látjuk, itt alul ez a három kis szegmens megmondja nekünk, hogy milyen funkcióban vannak éppen ezek a gombok, ő éppen semmilyenben, ő az exit, vagyis kilépés, ő enter, és látszik, hogy föl lenyíl van, tehát hogyha őt tekergetem, akkor itt fog itt történni valami. Konkrétan az, hogy itt a menübe tudunk mászkálni. Kiválasztani valamit, vagy éppen visszafelemeltünk ezzel a másik gombbal. Ő egyébként a listáját mutatja nekünk a memóriabanknak. 50 program helyünk van, ennyibe tudunk menteni, az utolsó 10-et meghagyták üresen, de igazából bármelyiket át tudjuk szerkeszteni vagy törölni. A kapcsolón körül 4 darab gombunk van, amit tudunk használni. Ez a jobbra-balra is tudunk menni, ott bele tudunk menni az egyes szegmensekbe, vagy pedig a fölle gombokkal is tudunk itt variálni. A kapcsoló is több funkciós, hogyha hosszan nyomjuk, akkor hangolóhoz jutunk, ha pedig röviden nyomkodjuk, akkor pedig tap tempót tudunk adni az effekteknek. Csatlakozók tekintetében befelé és kifelé is sztereó az effektünk, valamint a firmware-t frissíthetjük saját magunk az USB ajzaton keresztül. A tápellátása megoldható 9 voltos hálózati adapterrel, az opcionális megoldás. A dobozban találunk 2 darab ceruza elemet, ami nem 9 voltos, hanem 2 darab ceruza való ide. Ez volt röviden a Zoom Multistomp MS70 CDR effektpedál. Keressétek a Tajti Music üzletében. Sziasztok!